A Nemzeti Összetartozás napján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól Nemegyeket Tesszámú választókerületének országgyűlési képviselője Todockón a Duna napon mondott beszédében megemlékezett a 102 évvel ezelőtti trianoni békediktátum hatásairól. Amely békediktátum gyakorlatilag a magyarságot, a magyar nemzetet és Magyarországot akarta megszüntetni, elpusztítani, eltörölni a földszínéről. Ma itt mi közösen kijelenthetjük, hogy a nagyhatalmaknak ez a szándéka nem valósult meg. Itt vagyunk, magyarok vagyunk, és a Kárpát-medencében még mindig mi vagyunk a legtöbben, és reméljük azt, hogy nem csak itt, Erdélyben, hanem szerte a világon, ahol magyarok élnek, magyar közösségeket alkotunk. Azt akarjuk, hogy a vesztes 20. század után a 21. századot megnyerjük. Gratulálok Önöknek is ehhez a kitartáshoz. Ma délután, vagy ma délben 345 ezeren voltunk ott a Csíksomlyói nyeregben, és ünnepeltük együtt az összetartozásunkat, amely nem csak felemelő érzés, hanem számunkra élmény is. Ott voltunk lovaszarándokok, ott voltunk motorosok, biciklisek, gyalogosok, Erdélyből, Magyarországból, a világ minden tájáról. És akik egyszer látták és megérezték Csíksomlyónak a hangulatát, a szellemét, azoknak az időszámítás már nem új év napján kezdődik, hanem pünköstől pünkösdig tart, és már alig várjuk, hogy a következő pünkösdön is ott lehessünk. A nemzetpolitika számára a jövőben is a közösségek építése jelenti a legnagyobb feladatot. Minden, ami a következő ciklusban történik, ezt a célt szolgálja majd, jelentette ki Potápi Árpád János. Minden támogatáson túl, ami a magyar közösségeknél megjelent, és forrásokban jelent meg, nagyon sok számot és adatot lehetne mondani, felsorolni. Néhányat ad tegyek meg, hát egész Kárpát-medence szinte 3000 új templomot, illetve templomfelújítást tettünk meg, egyházi közösségi tereket újítottunk meg, ez Magyarországra is értendő és határon túlra is értendő, iskolákat újítottunk fel, egyetemeket, főiskolákat építettünk, újítottunk fenn, tartunk fenn, és emellett pedig megindítottuk az óvodafejlesztési programot 4 ütemmel, közel 1000 óvodát újítottunk fel, illetve újakat építettünk, és bölcsödéket. Ezek mind olyan impozáns számok, amelyek azt megelőzően abszolút nem jellemezték a nemzetpolitikát. Nyilván ezt szeretnénk folytatni, de ami a legfontosabb az, hogy az elmúlt 10-12 évben elértük azt, hogy a nemzeti összetartozás érzése és élménye a magyar emberekben éljenek akár Magyarországon, vagy a szomszédos régiókban, országokban, térségekben, ugyanígy megjelent, illetve a diaszpóra magyarságánál is. Úgyhogy örüljünk annak, hogy a nemzeti büszkeség, a nemzeti érzések azért megint ott vannak az emberekben, és igenis egyre többen vallják magukat büszkén magyarnak. A nemzetpolitika súlypontja továbbra is az identitás megőrzésén van, jelentette ki az államtitkár. Mindent ennek rendelünk alá. A gazdaság fejlesztés is ezt jelenti, tehát a szülőföldön való boldogulás kifejezetten fontos feladata a nemzetpolitikának, bár nem a miniszterelnökség végzi alapvetően ezt a munkát, mert a pályázati összegek a KKM-nél jelennek meg. A mi feladatunk ezt támogatni, előkészíteni, illetve nekünk a hálózatépítés az, ami fontos. Tehát azon túl, hogy pályázati pénzekhez jutnak magyar vállalkozók, akik magyar embereket foglalkoztatnak, és ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy magyar embereknek ne kelljen Nyugat-Európába elmenniük, vagy még messzebb munkáért, vagy a munka miatt. Ezért ez egy fontos nemzetpolitikai eszköz, de mi emellett ezeket a vállalkozókat megszólítjuk, és belőlük egy olyan hálózatot építünk, ami konkrétan a gazdaság fejlesztésnek is jó, de arra is jó, hogy
ez a réteg egy újabb közösség legyen. Bár ez is egyre inkább kérdéses szó, hogy mi az, hogy határon túli valaki, vagy határon túli vállalkozó, mert a legtöbb vállalkozónak Magyarországon is van vállalkozása, illetve magyarországi vállalkozók közül nagyon soknak határon túl is van vállalkozása. Ugyanígy, akik határon túlinak számítanak, azok az életük egy jelentős részét itt Magyarországon is élték, és dolgoztak, illetve tanulnak, sőt, most is napi vagy heti rendszerességgel ingáznak a térségek között. Egyébként ez már Magyarországról is igaz, elsősorban mondjuk Erdély irányába, akár Nagyváradot, akár Aradot vagy Temesvárt nézzük. A felnövekvő generációkban is erősíteni szeretnénk az összetartozás érzését, ezért indította be az államtitkársága a Határtalanul programot, melynek most a COVID utáni folytatáshoz szükséges feltételeit is megteremtettük. Tette hozzá. Az előző években sok kirándulás kimaradt, a legtöbb kimaradt, azoknak adtunk lehetőséget, hogy az idén augusztus 31-ig bepótolják ezeket, illetve a most befejeződő tanév esetében ezt a határidőt kitoltuk december 31-ére, és mától pedig június 10-től be lehet adni az új pályázatokat a 7-es korosztálynak, mégpedig július 15-ig lehet pályázni. A Határtalanul programban, és reméljük, hogy minél többen teszik ezt meg. Ezt a megvalósítási időszak szeptember 1 és augusztus 31-e közé kell lesen, tehát 2022-es, 23-as tanévet érinti ez a pályázat.